Az új városban a hazai csapat végezhetett szögletet, akkor, amikor a 12. percben járunk az első félidőben, gólt, sőt helyzetet sem láthatunk még. Azon a mérkőzésen, amely mind a két csapat számára emlékezetes lehet, hiszen az újonc újvárosiak először... És ezeket a gondokat mi le tudjuk azzal, hogy tovább tartoljuk a szót a Megyeri úton. Ahol továbbra sincsen gól, a 13. percben járunk, ez most a 0-0, és nem sokára majd a Paks végezhetett szabadrúgást a Vasas tér felének közepéről. A paksiak nem változtattak a legutóbbi Ferencváros elleni 1-1-es döntetlennel zárult meccs kezdő csapatán, miközben Berkus Lajos, illetve Koltai Tamás áll a labda mögé, nagyjából 40-45 méterre a Vasas kapujától. Koltai emeli be a 16-oson belülre, jön a fejes középre, nem sikerül azonban átvennie a labdát ott középen Háni Jánosnak, és ebből pedig már jöhetne kifelé a Vasas, és jön is majd, hiszen a paksiak szabálytalan.